Hölgyeim és uraim, következik Magyarország miniszterelnöke, Medgyessy Péter. Gondolom, hogy itt az Európai Unió csatlakozás küszöbén arra gondoltam, hogy miért ne lehetne az egységes valuta a forint. Ez egy nagyszerű gondolat szerintem, hiszen az Európa szépe az magyar lány, akkor miért lehetne a Európa pénze a magyar forint? És szerintem már itt az ideje annak, hogy megtanulják az európai barátaink a magyar királyokat, mondjuk Mátyás királyt, Károly Róbertet, Szent István királyt, megtanulják az olyan nagyszerű történelmi alakokat, mint Deák Ferencet, vagy esetleg Bot Péter Ákost. Én úgy hiszem, hogy egy nagyon fontos pillanathoz érkeztünk. Érkeztünk egy útelágazáshoz, ugye? Útelgáp. Úglázáp. Útgáze. Na, nem könnyű, ugye? Hát ami azt illeti, nehéz szó. De gyakorlom. Fontos dolognak tartom azt, hogy a békés egymás mellett élés, nek mind a ketten hívei vagyunk, és leszünk. Én arra gondolok, hogy köszönjünk el. Milyen volt miniszterelnöknek lenni? Én úgy gondolom, hogy meghagynám önnek ezt a pozíciót. Maradnék a színpadi világnál, hát hogy a politikusoknak milyen a humorérzéke, bizonyára ön ezzel nap mint nap szembesül. De én hiszem azt, hogy el tudunk köszönni. Jó, ahogy megegyezzünk? Természetesen. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!